Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit május 3-án kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak Dobri Dániellel, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar művészeti vezetőjével, majd egy beszámoló következik egy Csóri Sándor kötetről, ezt követően pedig egy Aranybulla színházi bemutatót mutatunk be önöknek. Következzék tehát egy diskurzus Dobri Dániellel. Nos, kedves nézőnk, ahogy ígértem, és az ígéret szép szó, és meg is tartom, vendégem Dobri Dániel, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar kortárs művészeti vezetője. Szervusz, Dani! Szia, Lajos! Fontos pillanat. Egy kicsit nem akartok én a múltról beszélni, de én azt hiszem, hogy amit annak idején ígértetek, azt megtapasztalhattuk, hogy a kortárs zenét egy kicsit feléleszteni, illetve bemutatókkal segíteni azt, hogy a fiatalok is megszeressék, az siker. Viszont, tehát szintet léptetek ebben az értelemben, ugyanakkor nagyon fontos, hogy ezt meg is kell tartani. És ebben az értelemben rendkívül nehéz feladat ez, hiszen olyan műveket kell bemutatni adott esetben, amelyek kortárs darabok, másrészt pedig neked, mint művészeti vezetőnek és szerzőnek is ez egy komoly feladat. Tehát eddig minden rendben volt. Most viszont jön a május, én azt hiszem, hogy ez már egy olyan időszak a fiatalok számára, amikor kinyílik a világ, ha úgy tetszik, hiszen rövidesen vége van az iskolának, és ez nem maradhat abba. Mert hogy ez egy rendkívül fontos időszak számukra is, és azt hiszem, hogy a szimfonikus zenekar számára is. Úgyhogy kezdjük a partitúrával, hiszen ez rövidesen befejeződik a partitúra, a hangversenybérlet sorozat, és a 21. század szimfonikus zenéjével és annak eredetével ismerkedhet meg a közönség ebben, ahol is nagy feladat hárul rád. Beszéljünk erről a 4. partitúra hangversenyről. Ez így van, én most már mondhatjuk, hogy egy éve készülök erre a hangversenyre, ez nagyon-nagyon fontos koncert nekem, mivel a kortárs zene ápolása, terjesztése és megismertetése mellett én fontos szerepet vállaltam a zenekarban, és fontos küldetésemnek is tekintem a fiatal korosztálynak a megszólítását, a fiatal korosztálynak a klasszikus és kortárs zenére való, hát mondjuk úgy, hogy nevelését, bár nem szép szó ez a nevelés, inkább az a lényege ennek az egész partitúra hangverseny sorozatunknak és a zenekar egyéb ifjúsági programjainak is, hogy minél közelebb hozzuk a gyerekekhez ezt a fajta zenei hagyományt, ezt a mi közös európai és magyar zenekultúránkat, és mindezt úgy hozzuk közel hozzájuk, hogy kommunikáljunk erről, beszélgessünk erről, megmutassuk, hogy ez nem valamilyen elefántcsontorony, nem valamilyen magas művészet, amit nem ért mindenki, hanem ez egy olyan dolog, amihez mindenkinek köze van, és mindenki hozzá tud szólni, mindenki tudja élvezni. Mert ezen belül ez a hangversenyünk, ami most hétfőn lesz a színházban kétszer, 10 és 12 órától, a Jelen hangjai címet viseli. Ez most idén a 4., tehát az utolsó partitúra ifjúsági beavató hangversenyünk, ahol tényleg a kortárs zenével fogunk megismerkedni. Azt gondolom, hogy ez nagyon rendhagyó, meg egyedi dolog, még felnőtteknek szóló hangverseny esetében is, nemhogy gyerekkoncertben, mivel az elhangzó darabok azok tényleg a jelen hangjai, az összes elhangzó mű egy kivételével 2010 után született. Ezekről a darabokról fogunk beszélgetni, és arról, hogy hogyan születik a kortárs zene, és mikre érdemes figyelni és fülelni a kortárs zenében. Igen, annál is inkább fontosabb lehet egyik oldalról művészeti vezetőként, mert én azt hiszem, hogy ez egy jó út, amit választottatok, a másik pedig, hogy a saját darabod is a közönség elé kerül, ami pedig megerősítést jelenthet, mert hogy ennél fontosabb nincs. Hát így van, ez egy nagyon speciális állapot, hogy én, mint kortárs művészeti vezető és zeneszerző is működöm a zenekarnál.
ez kettő olyan szempont, amit tudni kell külön választani szerintem egymástól, mivel zeneszerzőként elsősorban persze a közönségnek írom a darabokat, de ott egy nagyon fontos építkezés van a zenekar felé. Tehát, hogy nekem gondolnom kell arra, amikor újabb és újabb darabokat írok az Alba Régia Szimfonikus Zenekarnak, hogy éppen ki mekkora szerepet kapott eddig a kortárs zenében, melyik zenész miben erősebb, miben gyengébb, hogyan lehet fejleszteni az egyes zenei területeken a képességeiket. Tehát ugye ez egy folyamatos része a zenekar építésnek, ugyanúgy, ahogy Dobszai Péter karmester építi a próbákon műhelymunkák során a zenekart. Én azzal tudom építeni a zenekart, hogy olyan darabokat írok nekik, amik engem is zeneszerzőként építenek, és nekik is éppen a leghasznosabbak a szakmai fejlődésükhöz. Kortárs művészeti vezetőként pedig hát elsősorban nem a saját darabjaimra kell figyelnem, hanem arra, hogy mik azok a hangok a mai zenében, amit érdemes eljuttatni a fehérvári közösséghez. De azért fontos, hogy a saját darabjaid is megjelennek, én azt gondolom, hogy megerősítést jelent egyik oldalról. Egyébként nyitott fülekre talál ez az elv a zenekar tagjainak körében? A kortárs zene? Igen. Igen, abszolút nyitott fülekre talál, és egyre inkább. Ez is egy ugyanolyan dolog, mint hogy barokk zenét is meg kell tanulni játszani, Mozartot is meg kell tanulni játszani, kortárs zenét is meg kell tanulni játszani. Ezen belül is több irány van, tehát olyan darabokat veszünk elő, amivel műhely munka során tudjuk fejleszteni a zenekar zenészeit. Nagyon nyitott a zenekar, és nagyon jól dolgozunk együtt. Ezt tapasztaljuk mi is egyébként. No, akkor menjünk tovább a következő koncert, ami még szintén kapcsolódik a kortárs zenéhez. Igen, a következő, hát a májusunk az nagyon sűrű lesz a kortárs zene területén. A következő koncertünk május 16-án a Magyar Klasszikus Zene Napja alkalmából lesz a Szent István Művelődési Házban, és itt két kortárs darabot fogunk bemutatni. Az egyik Ötvös Péter Dialog mit Mozart című műve, a másik pedig az Én Harsona Versenyem, aminek ez lesz az ős bemutatója. Ez Dobi János harsona szólamvezetőnknek és az Alba Régia Szimfonikus Zenekarnak készült teljesen frissen ez a darab, és emellett a két kortárs mű mellett két Kodály darabot fogunk párba állítani, a Nyári Estét és a Marosszéki Táncokat, a koncert címe Párbeszéd, és a koncert előtt pedig Szabó Balázs zenetörténésszel, művészeti tanácsadónkkal fogunk beszélgetni a kortárs zenéről. Érdeklődéssel várjuk. Én azt gondolom, hogy a Szent István Művelődési Házban már bizonyítottátok, hiszen valamennyi koncerten népes látogatottság van, és ez köszönhetően annak, hogy az új elvek mentén működik ez a csapat, mert hogy ezt mondhatjuk, hogy ez egy összetartó olyan közösség, amely művészi színvonalában és csapatként is remek egységet alkot. És ez így van jól. No de, harmadik koncert. Ugye arról beszéltünk, hogy három lesz. Így van, a kortárs koncertünk még egy nagyon fontos harmadik esemény lesz májusban. Ez is valójában egy beavató koncert lesz, de nem feltétlenül csak a gyerekeknek, hanem inkább valójában bármilyen korosztálynak, de egy kicsit idősebb korosztálynak szóló zenei beavató koncert, ahol a dalokkal fogunk megismerkedni, a kortárstól a klasszikuson át a könnyű zenéig, mivel az Alba Régia Szimfonikus Zenekar kamara együttese fog közreműködni ezen a koncerten május 20-án a Kortárs Művészeti Fesztivál keretében. Az lesz a cím ennek a hangversenynek, hogy Éjjel a Fő utcán, és a Blaha Louisiana énekesnőjével, Showblocker Barbie-val fogunk együtt zenélni ezen a hangversenyen, és Mozarttól kezdve Jancsó Gábor darabjain át az én Shakespeare szonettjeimen keresztül arról fogunk beszélgetni a koncert közben, hogy hogyan születnek a dalok, hogyan áll össze egy-egy dal,
függetlenül attól, hogy ez könnyű zene, egy Mozart opera vagy Korter zene, mik azok az ismérvek, mik azok az elemek, amitől dal lesz a dal, és ezek miben különböznek a különböző műfajokban egymástól. Érdeklődéssel várom. Nagyon-nagyon jó, és természetesen a nézőknek is mondom, hogy kedves nézőink, a közeljövőben természetesen folyamatosan megszólalnak az Alba Regia szimfonikus zenekar vezetői, tehát ugye ma itt volt Dobri Dani, de aztán jön Dobszai Péter, és Szabó Balást is meghallgathatjuk, hiszen művészeti tanácsadóként ő is fontos szerepet játszik ebben az útban, amit a szimfonikus zenekar választott. Dani, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és hát természetesen figyelemmel kísérjük, és beszámolunk a koncertekről, és köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a Paletta magazint. Székesfehérváron is bemutatták Csóri Sándor a Halálra táncoltatott lány című művének díszkiadását, a zámai születésű költőíró halálának 5. évfordulójára kiadott kötet a balladajáték mellett, annak a táncszínházi előadásnak az elkészültét is bemutatja, amelyet Novák Péter rendezett. Jöttem. Velem gyere táncba. A Halálra táncoltatott lány című táncszínházi előadásból is láthattak részleteket azok, akik részt vettek Csóri Sándor azonos címmel megjelent kötetének bemutatóján a Szent István Művelődési Házban. A dráma mellett a kötet a Novák Péter rendezte előadás elkészültének körülményeit is bemutatja. Az is érdekesség a könyvnek, hogy a dráma mellett Novák Péter naplója is ott van, és ezekben az alkotók vallanak többek között, mint ahogy Csóri eszéiből is van, a Nomád napló című kötetéből van egy részlet, ami pontosan megvilágítja ennek a műnek a hátterét. Ugyanis maga Csóri Sándor számára is kiemelt szerepet kapott ez a mű. Megírásakor kezdte el a balladás, a népdalos, a néprajzos könyveket bújni, majd 20 évesen megírta élete egyik legkomplexebb művét. Főként költőként ismerjük Csóri Sándort, költőnek ismerjük pontosabban szólva, meg esszéírónak, de ez egy újabb műfaj, ami persze nem volt titokban eddig sem, hiszen drámát írt a Halálra táncoltatott lány című balladából, és én azt hiszem, hogy ez a mű, mint drámai alkotás is, igencsak szerves része az életműnek. De olyan rokonságokat is találunk benne, mint a régi misztériumjátékok például a középkorból, amelyek tulajdonképpen az igazi modernkori dráma őseinek számítottak. Arról nem is beszélve, hogy nagyon szorosan kötődik a magyar népi kultúrához, és hát Novák Péter erre kiválóan ráérzett, nem először foglalkozik ilyen komplex műalkotásokkal, hiszen ő zenész, táncos, színész és rendező is, egy személyben meg lehetne még sorolni a különböző foglalkozásait. Mindennek eljön a maga ideje. Most pedig mulatni akarok! Mondd ide! Aki nevén a mentor! Egy remek darabot írt, az akkor még fiatal szerző, 28 évesen vette először a bátorságot, fogalmazhatok így, de hát ő maga is nagyon kritikus saját magával szembe, hogy egy drámát írjon egy felkérésre, Muharai Elemér, a nagymúltú táncpedagógus, közösségépítő pedagógusnak a kérésére, és ebből született ez, és hát aztán onnantól kezdve tudjuk, hogy Csúrnak milyen remek művei voltak, ha itt csak a filmforgatókönyvekre gondolunk, tehát nem állt tőle távol a színpad, a film, a színház, a dramatizálás. Nem volt álmom. Én ezt az egészet dr. Balogh Júliának, Csóri Sándor özvegyének köszönhetem, aki többek között az életműnek is a gondozója. Ő keresett meg ezzel az ötlettel. Ez mindig kétesélyes, mert azért, amikor az ember hátradől, és úgy kigondolja, hogy mit akar színpadra vinni, akkor nem mindig ilyesmi jut az eszébe. Ebben a faluban rend lesz, mert én vagyok a bíró! Mindenki az marad, aki volt, aki nem kus! Ez a beszéd! Meg hogy a hatalom vasra verettetem, aki ellenkezik vasra ér. De valahogy a tisztelet, a régen volt barátság, hiszen gyerekkorom óta ismerem a családot, és ennek az egésznek a megkapó
lírai világa, az egész, azt mondta velem, hogy csináljuk, hogy ugorjunk bele. Nem tudtam, hogy mi fog történni. Remek táncosokkal, színészekkel dolgozhattam együtt, és mégis valahogy, ha nem tudjuk túl nagyképűen, ha nem is föltaláltunk egy műfajt, de visszatértünk valamihez, hogy a magyar folklór, illetve a Kárpát-medence sokszínű, sok nemzetiségű népi kultúrája alkalmas arra, hogy a legnagyobb dráma történeteinkről beszélhessünk. Csóri úgy fogalmaz a balladákról, hogy ez a magyar drámairodalomnak az alapja, a népi balladák. Új fiam Szabó Gába, mintha látnám árnyékodat. Itt járattál te az előbb. Bizony, itt járt a te fiad. Az ókori görög drámától Shakespeare-en át egészen a népköltészet szürreális képalkotói technikájáig nagyon sokféle dolgot fölvonultat, mint egy ifjú titán. Nem volt nehéz dolog, mert egyrészt ez a líra, ami aztán a költészetében is jelentkezik, sőt már akkor ugye ereje tejében volt, nagyon értékes szövegkörnyezet. Tehát ehhez nem hogy bátorság nem volt hozzányúlni, hanem nem kellett hozzányúlni. Ahol pedig a dramaturgiáról úgy éreztük, hogy valamiért döcög, vagy nem teljesen színházi nyelven fogalmaz, ott hirtelen belépett a tánc és a koreográfia. Sőt, még egy harmadik műfajt is beemeltünk, ez pedig az árnyjáték, ami hát egy pont annyira ősi technika, mint amennyire újszerű és váratlan képi hatásokra alkalmaz egy vizualizáltságában nagyon erős korszakban. Ez a három műfaj együtt, mint egy jó opera előadásban egész egyszerűen kiegyenlítette ezeket a pillanatokat, az arányokat, lerövidítette, korszerűvé tette, szabadon dolgoztunk a szöveggel, furamód anélkül, hogy megcsorbítottuk volna. Az előadást a szeptemberi bemutató óta a határon túl is turnéztatták, az alkotói gárda pedig olyannyira egymásra talált, hogy nem állnak meg egy bemutatónál. Olyan jól sikerült, hogy megyünk tovább, és úgy néz ki, hogy a Nomád Nemzedék Társulat, ami szintén Csóri után kapta a Nomád Napló című eszékötete után a nevét, egy új darabbal fogunk majd jelentkezni még ebben az esztendőben, tehát valamilyen folyamatot elindított, és talán ez a mű irodalomnak is ez az útja és ez a dolga, mint a folklórnak, hogy az átadás átvétel megszülessen. Mi most átvettünk valamit, és reméljük, hogy tovább tudjuk adni. Ez egy nagyon érdekes dolog lesz, és Csóri Sándor közvetve inspirálója, mert inkább arról a generációról beszélnék, aki a magyar népi kultúrát beemelte a köztudatba, és aztán irodalmi értékké növelte. Itt egy zenei kölcsönhatásnak az élményét szeretném színpadra vinni, ez pedig Mozart varázsfúgolája. Ugyanis azt gondolom, hogy nem csak én gondolom, hanem a zenetörténet is így mondja, hogy a különböző kölcsönhatások nem csak horizontálisan, hanem vertikálisan is működnek. Tehát ami a magas kultúrában megvolt a 17.-18. században, az bizony a paraszti kultúrában is jelentkezett. És ennek a barokk zenei hatásnak a népzenére gyakorolt beavató hatását szeretném a színpadon és a táncban megmutatni, úgyhogy a varázsfúgola egy hivatkozás, és varázsfurúja lesz a címe, egy népi értelmezés, de hogyha egy kicsit az irodalmi tanulmányokat előszedjük, akkor tudjuk jól, hogy van paraszt biblia, meg paraszt dekameron, miért ne legyen egy paraszt varázsfúgola is. A tervek szerint a most készülő előadást Székesfehérvárra is elhozza majd a társulat. Nyolcszáz éve adta ki II. András király Székesfehérváron a magyar nemesség jogait megerősítő és rögzítő aranybullát. Az aranybulla emlékév keretében a Vörösmarty Színházban 1222 címmel mutatták be a történelmi alkotmányra emlékező összművészeti produkciót. Az aranybullát 1222. április 24-én II. András király adta ki Székesfehérváron. A történelmi alkotmány meghatározó eseményére Cserpakovics András polgármester emlékezett a Vörösmarty Színházban, ahol Egerházi Attila rendezésében összművészeti produkcióval tisztelegtek a magyar jogrendszer egyik legfőbb tartóoszlopának megszületése előtt. Viharos tempójú, ami jót tett azt gondolom a produkciónak, mert nagyon fókuszáltan dolgoztunk, és minden szereplő, hiszen ez egy összművészeti fesztivál, és több művészeti ágnak a művészei szerepelnek a produkcióba, a legjobb tudását nyújtotta ebbe a produkcióban. Beszéljünk egy kicsit a darabról, hiszen a dramaturgiája is különleges. Igen, ez egy lázálom, II. András lázáloma, és mozaikszerűen
peregnek le az események a fejében, a történelmi események, amelyeket jól ismerünk. És a dramaturgia kvázi patchwork szerkezetű, hiszen ugrál az időben, visszaemlékezések is vannak, illetve olyan jelenetek, amik már megtörténtek, de sokszor a jelenben vagyunk, hogy polémiázik Második András. Kiváló dramaturgiát írt hozzá Somogyi Szilárd. Együtt dolgoztunk ezen, fantasztikus librettót szerzett el Simon László, és abszolút kiváló és nagyszerű zenét írt Kocsák Tibor. Miként egészíti ki a színészek munkáját a többi művészeti ág képviselői? Itt egyik művészeti ág sem egészíti ki a másik munkáját, hanem egyenlő fajsúlyjal és értékkel vannak jelen, miközben szervesülnek egymással, tehát nem úgy néz ki, hogy van egy kortárs tánctársulat, aki együtt létezik a színpadon a színészekkel, a kórussal és a néptáncosokkal, hanem egy egységet alkot. Erre törekedtünk, hogy egy egységet alkosson a színdarabon belül, egységet alkossanak ezek a különböző művészeti ágak, ne szervesüljenek, ne különöljenek el egymástól. A nagyapánk, a legendás keresztes vitéz, Satilon Rajnál lépteit követtem, és győzelemre vezettem a seregeiket. A Balkán is nekünk hódolt, nekünk fizetett. És hol vannak már az urak? Urak, aki galádul cselcődtek ellenem. 30 éve enyém a trón, és uralkodóként a fiam követ. Az ünnepi produkcióban Székesfehérvár legjelentősebb művészeti intézményeinek művészei együtt léptek színpadra a zenés történelmi játékban. Az összefogás részesei a Vörösmarty Színház, a produkciót létrehozó Székesfehérvári Balettszínház, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar, az Alba Régia Táncegyesület, valamint a Vox Mirabilis Kamarakórus volt. Második András szerepében Sarádi Zsoltot köszönhettük. Igazából csak az írott anyagba tudom beleélni magam. Második András személyiségéről viszonylag keveset tudok. Tehát mi az írott színdarabot játsszuk el, ami egy egészen különleges színdarab. Mennyire jelent különlegességet, hogy ez egy összművészeti darab, tehát jószerivel valamennyi művészeti ág képviselteti magát? Jól esik műfajokba belekóstolni, amit nem minden nap csinálunk, hogy táncosokkal, zenészekkel, rock-operai stílusban éneklünk, ez egy mindenképpen unikális dolog. Milyen ez a darab így utólag, hiszen elindul Szent Istvántól, és megérkezünk egy különleges jogrendszer megszületésébe? Hát igazából a Második András halálos ágyán játszódik a történet, és ezek csak emlékképek, amik az ő fejében léteznek. Az aranybulla aláírása, a felesége meggyilkolása, a nemesek lázadása, ez mind-mind az ő fejében történik meg. Sosvári Sándor államalapító királyunkat, Szent Istvánt idézte meg, mint egy példaként, ösztönző erőként állítva László elé, hogy szentesítse az aranybullát. Ez már tulajdonképpen nem először fordul elő az életemben, mert a Veled Uram című musical operában 10 évekkel ezelőtt Szent Istvánt játszottam és énekeltem, és nagyon fontosak számomra, és remélhetőleg a közönség számára is ezek a történelmi rockoperák. Volt szerencsém, és van szerencsém sok-sok ilyen műben alakítani, ilyen történelmi figurákat. Ez valóban egy összművészeti produkció, és Egerházi Attilát kell kiemelnem, aki körülbelül 40 éve a barátom. Még nem sokat dolgoztunk együtt, de szerintem most eljött az ideje. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy elhívott engem, és itt ebben a produkcióban Szent István szerepében mutatkozhatom be, igaz, hogy csak egy szám erejéig, de az egy elég komoly dal, Kocsák Tibor szerzeménye, és hát mindenkinek ajánlom, és nagyon fontosak ezek a történelmi figurák, történelmi események, például az 1222-es aranybulla megjelenése, és meg kell, hogy emlékezzünk erről, hogy a fiatalok ne csak a mában éljenek, és ne a telefonjukat nyomkodják, hanem nézzenek ilyen darabokat, és ebben nagyon-nagyon sokat tud.
tudunk tenni a magyarságért. Nem az ősi jó, és az alázat. Királyunk bölcsül alakodó, amit egyaránt tisztelnek Európa, Bizánc és Róma koronás fői. Tudja, mi jár hű szolgálja. Tárjátok elő kérdéseiteket, de kellő alázat. A visszatekintésben a történelmi időszakok két meghatározó személyiségét, Bánkbánt és Gyulát, Magyarország nádorait, Sági Tamás alakította. Egy nagyon érdekesen és egy nagyon jön, azt gondolom, hogy jól megírt történelmi játékban veszünk mindannyian részt. Tulajdonképpen András halálos ágyával kezdődik az egész darab, és ebben a furcsa lázálomban jelenik meg András élete, többek között az aranyból, de megelevenedik ugye Bánkbán is. Kocsák Tibor által szerzett, azt gondolom, hogy egy nagyon nívós zenét zenében éneklünk én is. Hát érdekes volt a felkészülés, mert közben meg én a Szent Iván éjjel járom című darabot is próbálom, úgyhogy sok idő nem volt rá, úgyhogy az éjszakáimnak nagy része ráment a szövegtanulásra. Milyen az, amikor a többi művészeti ággal együtt léphettek színpadra? Nagyon érdekes, és ez is egy nagy szerencse, és én nagyon örültem. Már csak ezért is, hogy részt veszek benne. Nem is találkoztunk még így színpadon tulajdonképpen együtt. Én a balettosokkal se, az Alba Régia zenekarral, a kórussal se, de hát tulajdonképpen 5 perc alatt egyrészt való, amit említettem, az idő rövidsége miatt is, de hát azért is rántódott jól értelemben össze ez a társulat, mert jó emberek, jó művészek, és gyorsan kellett dolgozni, úgyhogy nagyon sikeres volt, azt gondolom. Országunkat régen veszünk el, ez nem muszáj. Harcban, bajban összefogni, ez a fő szabály. Mások nem lehet. A darab drámai betéteit, valamint a nyitó és a záró kórusmű szövegeit Elsimon László, a dalszövegeket Somogyi Szilárd írta, a zenét Kocsák Tibor szerezte. Az előadás koreográfusa Egerházi Attila és Majoros Róbert, rendezője Egerházi Attila, míg társrendezője Somogyi Szilárd volt. A bulla eszmeisége, így a hatalom megosztásának elve, a közhatalmat gyakorlók fokozott felelősségviselése és vállalása, a nemzeti érdekek védelme, a társadalom széles rétegeinek figyelembevétele manapság is követendő értékek, ezredéves alkotmányos önazonosságunk talán legszebb történelmi emléke. Mi magyarok méltán lehetünk rá büszkék. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten. Viszontlátásra!